János Nagyvegyestől északra, Kesztőcén, Marika pedig Nagyvegyestől délre, Ormányoson cseperedett fel. Boldog családi környezetben. Arra nincs magyarázat, hogy miért Nagyvegyest választották a 100 fős lakodalom helyszínéül. A vacsora még rendben lezajlott, egy tüzes csárdással indított a zenekar. A helyéről felpattan násznép, ahelyett, hogy szépen táncolt volna, össze-vissza rángatta egymást a táncparketten. Kiderült, hogy a Begyestől északra élők kettőt jobbra, kettőt balra, a déliek pedig egyet jobbra, egyet balra lépés kombinációval járják a táncot. Na, ekkor tört ki a verekedés. Mi történik Nagybegyesen? Megtudhatja, ha megnézi Dalnoki Ferenc filmjét. Macska a betonban.